Tállai András felügyeli majd az adóügyeket, igaz nem NAV elnökként, hanem miniszterhelyettesként. Rajta kívül még két új államtitkárt jelentett be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Az ellenzék eközben a parlamentben bírálta Rogán Antal új minisztériumának felállítását. Néhány hete röppent fel a hír, hogy Tállai András a nemzetgazdasági miniszter helyettese veheti át az adóhatóság irányítását. Az érintett ekkor még nem tudta megerősíteni az értesülést. Mára kiderült, hogy az adóhatóságot a jövőben a nemzetgazdasági tárcából irányítják majd. A minisztériumhoz beintegrálásra kerül a NAV központi hivatala, ez a központi hivatal pedig a minisztérium adóügyi államtitkárságába fog majd beintegrálódni. Ez azt jelenti, hogy a most együtt lévő adó- és pénzügypolitikai államtitkárság ketté válik, külön lesz egy pénzügypolitikai államtitkárság, és külön lesz egy adóügyi államtitkárság. Ezt fogja Tálai András kollégám vezetni, képesnek tartom őt rá. Nem ez lesz az egyetlen változás a tárcánál. Tálai András miniszterhelyettes és parlamenti államtitkár marad. A pénzügypolitikáért felelős államtitkár a korábban távozó Orbán Gábor helyett Hornung Ágnes lesz. Távozik Comba Sándor munkaügyi államtitkár is, akit Cseresnyés Péter vált. A gazdaság szabályozásért pedig Glatfelder Béla helyett Lepsényi István felel majd a jövőben, szintén államtitkárként. Más változások is lesznek a kormányzat munkájában. Rogán Antal várhatóan október végétől miniszterként irányítja majd a miniszterelnöki kabinetirodát. Az ellenzék teljesen elutasítja az elképzelést, amelyet a Fideszen belüli hatalmi harc részének tartanak. Magyarországnak most nem propaganda miniszterre és nem egy újabb baráti kifizető helyre van szüksége, hanem például egészségügyi miniszterre, de legalábbis egészségügyi államtitkára, de ugyanígy említhetném az oktatást, vagy más olyan területét a magyar gazdasági társadalmi életnek, ami sokkal fontosabb, mint hogy Rogán Antalnak bárson széke legyen. A Jobbik szerint Endi Vajna vásárolt egy minisztériumot Rogán Antalnak. Mi nem látjuk a világon semmi értelmét azon kívül, hogy részben ez egy szintere a fideszes belpolitikai, vagy a Fideszen belül, házon belüli villongásnak, részben pedig néhány embert megint jól ki lehet stafírungozni és fizetni. A Párbeszéd Magyarországért kíváncsi lenne a pénz forrására, hiszen minden tartalékot felemésztettek a felesleges kerítés építés költségei. A Rogán-Lázár-Cica harc már így is elég nagy károkat okozott Magyarországnak. Azt látjuk, hogyha Orbán Viktor alattvalói összevesznek, akkor a megoldás az, hogy mindegyik kap ajándékba egy minisztériumot. Az országgyűlés a kormánypártok javaslatára kedden rendkívüli ülést tart. Ezen kezdik el tárgyalni egyebek mellett a Rogán Antal vezette új minisztérium felállítását, illetve annak költségvetési vonzatait. Az ATV híradóját Várkonyi Gyula tudósította a parlamentből.